Perfect, perfect. mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbutálabb 54. epizódja. Számtalan sorozatgyilkos tevékenykedett már a világon, nők, férfiak és sajnos gyerekek is. Ezen személyek lelkük és agyuk deformitásától hajtva, kéből, gonoszságból, agresszív indulatoktól vezérelve járják magányos útjukat, hogy kielégítsék beteg vágyaikat, melyek emberek kínzására, megerőszakolására, meggyilkolására összpontosul. Mint említettem, többnyire ezek a személyek egyedül gyilkoltak. Mi az esélye, hogy egy ugyanolyan beteg gondolatokkal rendelkező személy rátalál egy másik ugyanolyan torz világképű emberre? Ahogy Peter küldtem, a hírhet vámpír sorozatgyilkos mondta a bíróságon. Kiláthat bele az agyamba? Senki sem fejtheti meg ezt a rejtvényt. Ám vannak olyan őrült gyilkosok, akik pára eltek egy olyan emberben, aki belelátott az agyukba. A mai videóban nem gyilkos házas párokról vagy szerelmes párokról lesz szó, lesz ezen esetekről is videó, de ebben az epizódban egy sokkal ritkább jelenséget veszek gorcső alá, amikor két férfi állt össze, hogy nyomukban nem maradjon más, mint szenvedés és halál. Megismerhettek olyan férfi sorozatgyilkos párosokat, akik féktelenül erőszakoltak és gyilkoltak, köztük Amerika egyik legfélelmetesebb és legbrutálisabb gyilkosát és őrült partnerét. Egy olyan heteró párost, akik sorozés közben arra arról kezdtek diskurálni, milyen érzés lehet prostituáltakat meggyilkolni, illetve azt a kettőst, akik közösen gyilkoltak meg szinte bárkit, a páros egyik tagja 360 gyilkosságot vallott be. Kezdődjön a rémálom. Ha családtagok vagy barátok összeülnek egy laza italozásra, mindenféle dologról szó eshet. Nőkről, munkáról, filmekről, a régi emlékek felelevenítéséről, és még számtalan más témáról. Normális esetben. Kenneth Bianchi és Angelo Buono esete távolról sem normális. Az unokatestvérek egy esti sörözés alkalmával azon tanakodtak, milyen érzés lehet megölni valakit. Ez nem részeges fecsegés volt. A rokonok elhatározták, kipróbálják egy prostituáton, milyen élményt adhat nekik a gyilkosság. Kenneth Bianchi 1951-ben született New Yorkban, anyja egy alkoholista prostituát volt, születése után nem sokkal nevelőszülőkhöz került. Angelo Buono 1934-es, szintén New Yorki születésű. Bianchi 25, Buono 41 éves volt, amikor szorosabb kapcsolatba kerültek, ekkor költözött Bianchi Los Angelesbe, ahol dolgozni kezdett és Buonohoz költözött. you <laughs> Angelo gyakran hordott haza prostituáltakat, első áldozatuk az egyik ilyen lány volt. A lány holtestét egy domboldalon találták meg Los Angelesben, megerőszakolták, majd megfojtották. 1977. novemberéig további öt fiatal nő holtestét találták meg a rendőrök, mindegyiket mesztelenre vetkőztetve. A rendőrség először azt hitte, egy ember az elkövető, de a hüvelyekben két különböző spermát találtak, így rájöttek, egy sorozatgyilkos páros ténykerig, ami meglehetősen ritka, olyan már sokszor megtörtént, hogy házas párok gyilkolnak, de hogy két hetero férfi közösen válik sorozatgyilkossá, és együtt gyilkolnak, nem sűrűn fordul elő. A gyilkosok élvezték a hírnevet. Az áldozatokat direkt olyan helyre rakták, ahol hamar meg lehet találni őket, ráadásul az összes tetemet rendőrőrsök közelében hagyták, gúnyolódtak a rendőrséggel. 12, 10 és 20 éves lányt és nőt gyilkoltak meg, előfordult, hogy egy napon hármat is. Mindkét férfi erőszakolt, kínzott, aztán folytott. Az egyik áldozat testébe üvegtisztítószert fecskendeztek, egy másiknak megégették a testét. Ami szintén hihetetlen, a biztonsági örként dolgozó Bianchi többször jelentkezett felvételre a rendőrségen, mi alatt a gyilkosságokat elkövették. Az egyik 1979-es kettős gyilkossággal kapcsolatban felmerült az őrző-védő cég neve, ahol Bianchi dolgozott, házkutatást tartottak nála, ahol az áldozatok lakásának címét és véres, ondóval borított ruhadarabjaikat is megtalálták. Azonnal letartóztatták. Bianchi ekkor kitalálta, hogy személyiségzavarban szenved, és Steve nevű másik énje követte el a gyilkosságokat. Buono ekkor még szabadlábon ténkedhetett, Bianchi azonban vádalkut kötött a hatóságokkal, ha életfogytiglani büntetését Kaliforniában töltheti le, akkor terhelő vallomást tesz unokatestvérére. A két férfi rengetegszer a szabotálni az eljárást, az ügy 1981 novemberétől 1983 novemberéig tartott. A bíróságon semmilyen megbánást nem mutattak, élvezték, amikor újra és újra részletezhették a tárgyaláson gyilkosságaikat, Bianchi pedig a vádalkut is megszegte. Végül mindkettejüket tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az állami foglalkoztatási fejlesztési osztályon dolgozó Krisztin Kizuka, három gyermekes édesanyja, egy börtönben. Látogatás során szeretett bele Angelo Buonóba, a nő elvált férjétől, hogy hozzámehessen az ekkor 51 éves Angelohoz, hogy mit találhatott vonzónak egy nemi erőszaktevőn és gyilkoson rejtély ezzel kapcsolatban sosem nyilatkozott. A családtagjai előtt is sokáig titokban tartotta őrült cselekedetét. Krisztin rendszeresen látogatta a gyilkost a börtönben. 2002-ben özvegy lett, ugyanis Buono szívrohamban meghalt a börtönben. Bianchi jelenleg is büntetését tölti, 2025-ben pedig jogosult kérvényezni szabadlábra helyezését. Bár gyilkosságokkal soha nem lehet egyet egyetérteni, tény, hogy Harry Lee olyan mértékben megalázta és tönkretette a környezete gyermekkorában, miként nem is csoda, hogy a kisfiúból egy vérszomjas és dühöngő őrült vált, aki megölt bárkit, aki lélegzett. A mai napig ő az USA egyik legelvetemültebb gyilkosa. Lucas 1936. augusztus 23-án született Blacksburgben, Virginiában. Anyja egy alkoholista prostituált, Viola vol Lucas, apja Anderson Lucas, illegális alkoholkereskedő. Aki részegen egy balesetben elvesztette mindkét lábát. Lukásznak nyolc testvére volt a házban, ahol felnőtt, nem volt áram, sem folyóvíz és egyetlen hálószoba volt, így Lukász és testvérei is sokszor szemtanúi voltak, ahogyan anyjuk a kuncsaftjaival közösült. A Lukász gyerekeknek borzalmas gyerekkora volt. Anyja folyamatosan verte Lukást, apja pedig már tíz éves korában alkohollal kínálta. Viola egy alkalommal úgy megverte fiát, hogy a kis Lukás egy napra kómába esett. Az iskolában sem volt ez másképp. Állandó gúnyolódásoknak és veréseknek volt kitéve, egy alkalommal olyan súlyos verést kapott, hogy bal szemére megvakult. Nem meglepő, de a fiú elméje megbomlani látszott. 13 évesen már arra panaszkodott, hogy hangokat hall a fejében. Kisállatokat kezdett kínozni és megölni, anyja egyik szeretőjével közösen egy levágott fejű borjú holtestével szexelt. Számára a szex egyet jelentett az erőszakkal és a halállal. 14 éves volt, amikor először gyilkolt embert. Egy 17 éves lány volt az áldozat. Szerencsétlen lányt eszméletlenre verte, megerőszakolta, majd miután felébredt, megfojtotta. Ezután különféle bűncselekményeket követett el, 15 évesen nevelőintézetbe került, ám ő kezelhetetlen volt, amikor innen szabadult, másnap már megerőszakolta 12 éves unokahúgát. Hol börtönbe került, hol kiszabadult, majd megismerkedett egy Stella nevű nővel, akivel egészen addig élt együtt, még a 20 egy éves Lukász egy vita hevében egy késsel agyon nem szúrta Violát, az anyját. Ekkor 40 év börtönre ítélték. Lukász a börtönben bosszú esküdött. Állítása szerint már ekkor elhatározta, amint kiszabadul, rengeteg embert fog megölni, ahányat csak tud. Büntetése alatt rendőrségi nyomozati anyagokat és ismert sorozatgyilkosok esetét tanulmányozta. 15 év letöltése után kedvezménnyel szabadult, és amikor 1976-ban egy ingyen konyhán találkozott Otis túllal elkezdődött az igazi őrület, vérgőzös álmokfutásuk. Túlnak is kimondottan rossz gyerekkora volt, Jacksonville-ben nőtt fel, apja alkoholista, anyja rendszeresen verte, és női ruhákba öltöztette. Gyerekként apjának egyik barátja szexuálisan zaklatta. Túl is egy vérszomjas, őrült felnőtté cseperedett, felesége mellett férfiakkal is közösült, köztük Henry Lee lucas is. Ő is szintén 14 éves volt, amikor első gyilkosságát elkövette. Hihetetlen, micsoda véletlenek vannak. Azonnal egymásra találtak, egy festékgyárban dolgoztak, és szinte minden szabad idejüket együtt töltötték. Boltokat kezdtek kirabolni, ám hamarosan örömszerzés céljából embereket kezdtek el lemészárolni. Esetükben az is döbbenetes, hogy még a sorozat gyilkosok többsége egyféle típusú emberekre varászik, ők fajra, nemre, életkorra való tekintet nélkül bárkit megöltek. Kiemelkedő intelligenciával sem rendelkeztek, Lucas iq 80 volt, Otisé 75. Hozzájuk köthető a nagy texasi álmokfutás, amikor stopposokat, boltosokat, párokat mészároltak válogatás nélkül. Igazából egy egyórás videó is kevés lenne annak bemutatására, kiket és hogyan gyilkoltak meg, ehhez nagyon erős gyomor is szükségeltetik. Erőszakoltak, kannibalizmusra vetemettek, falatoztak nem egy áldozatuk húsából, használtak kést, pisztolyt és különféle szerszámokat. Mivel hírement ment brutális kegyetlenségüknek, állítólag Marylandben megkereste őket egy halál nevű sátánista szekta, és attól fogva a szekta bérgyilkosaként működött a félelmetes páros. Állítólag azért nem kapták el őket hamarabb, mert a szekta tagjai között politikusok és rendőrök is voltak, akik bizonyítékokat tüntettek el Lukászról és Otisról. Erről azonban nincs konkrétum, a rendőrség sosem talált bizonyítékot a halálkezes szekta létezésére. Lukasz közben viszonyt kezdett Otis 12 éves unokahúgával, Fridával, ám ő Bekinek becézte, akit szintén meggyilkolt, nekrofíliát követette rajta, feldarabolta, majd egy erdőben elrejtette a holtestet. Lukasz azt állította, ekkor érzett egyedül bűntudatot, mert elmondása alapján Bekit szerette egyedül a világon. További förtelmes bűncselekmények után végül Lukaszt egy két Rich nevű asszony eltűnésével sikerült kapcsolatba hozni. Bizonyíték hiány ezt is megúszta volna, ám találtak nála engedély nélkül tartott lőfegyvert, ezért előzetes letartóztatásba került. 1983. június 15-én pedig történt valami Lukasszal. Magához hívatta az őrt, és azt mondta, fény van itt bent a cellámban, és beszél hozzám. Én nagyon csúnya dolgokat tettem. Kaphatok papírt és ceruzát? az őr döbbenten olvasta Lukasz vallomását, és azonnal hívta Bill Conway serifet, aki Lukasz letartóztatását elrendelte. Lukasz 360 gyilkosságot vallott be, és vallomásában beszélt Otisról is, aki ekkor már szintén börtönben ült egy Jacksonville-i gyújtogatás miatt. Döbbenet uralkodott a rendőrökön, hiszen ha ez igaz, Amerika vagy talán a világ legbutálisabb, legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosait sikerült elkapniuk. A mai napig rengeteg kérdőjel van esetükkel kapcsolatban, és nem tudni, valójában hány embert is öltek meg. Túl azt vallotta, Lukásszal 1008 gyilkosságot követtek el, Lukás 360-at vallott be, ezekből 157-ről bebizonyosodott, hogy Lukás keze volt benne, körülbelül 65-ről pedig, hogy Otis követte el. Ezen ellentmondások miatt többen arra is gyanakodtak, hogy sok megoldatlan gyilkosságot az ő nyakukba akart varni a rendőrség, és ezt az őrült páros nem bánta, büszkén vállalták az általuk nem elkövetett gyilkosságokat is. A nyomozást nehezítette az eltelt idő, illetve hogy a gyilkos páros nem tudta megmondani minden áldozatuk pontos helyét, és több gyilkosságot nem sikerült rájuk bizonyítani. A hivatalos adatok 600 olyan bűnesetet tartottak nyilván, melyek valamilyen okból kapcsolódhattak a két mészároshoz. Harry Lee Lucas halálbüntetést kapott, kivégzésére 1999. júniusában került volna sor, ám George Bush egy hibásnak vélt vádpont miatt életfogytiglanra változtatta az ítéletet. Az egyik legőrű a sorozatgyilkos 2001. március 12-én halt meg egy texasi börtönben 64 évesen szívelégtelenségben. Elmebeteg társa Otis túl életfogytiglani büntetését töltötte egy floridai börtönben, amikor 49 évesen májzsugor végzett vele. Mivel testükért senki sem jelentkezett, a sorozatgyilkos páros földi porhüveje a börtönök temetőjébe került. Mint oly sok más esetben, itt is felmerül a kérdés. Ha ezeknek a férfiaknak normális gyermekkora lett volna, vajon akkor is elkövették volna ezeket a szörnyű bűncselekményeket? Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha gondolod és még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára és kövessd a Facebook oldalamat. A következő epizód egy hét múlva fog megjelenni, melynek témája a világ leghírhettebb ördögűzései. Szép napot, sziasztok!